Hajdúszoboszló volt 2020-ban is az egyik szakasz befutó helyszíne a Tour de Hongrie kerékpáros körversenynek. A tavalyi verseny lebonyolításának körülményeiről, tapasztalatairól, a város lakosságának hozzáállásáról és a jövőbeli tervekről dr. Schléder Tamás aljegyző adott tájékoztatást. Hajdúszoboszló abban a kivételes helyzetbe került ebben az évben, hogy 2018 és 2019-et követően 2020-ban is szerepet kapott a Tour de Hongrie történetében, hiszen városunk lett ebben az évben a kerékpáros körverseny második szakasz befutója. A 41. Tour de Hongrie második szakaszán a mezőny Debrecenből a Nagyerdei stadion elől indult, és a hajdúszoboszlói célig 158 kilométert kellett megtenniük a versenyzőknek. A rajtra 33 fokba került sor, Hajdúböszörmény és Balmazújváros megkerülésével visszatekertek Debrecenbe a kerékpárosok, hogy egy kör után Hajdúszoboszló felé vegyék az irányt. A Tour de Hongrie Magyarország legnagyobb kerékpáros körversenyen. Az elmúlt néhány évben mondhatni ezt reneszánszát éli. Idén már a 41. versenyre került sor. Említettem, hogy Magyarország legnagyobb körversenye. Ez azt akarja, hogy 5 napon keresztül Európa, illetve a világ számos országában 20 csapatnak a versenyzői versenyeznek, és bejárják az ország legszebb helyeit. Örömünkre idén már harmadszorra érkezett, vagy 2020-ban harmadszorra érkezett el az egész csapat városunkban. Milyen reakciók, visszajelzések érkeztek a csapatoktól, esetleg a szervezőtől, valamint a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségtől a 2020-as versenyt illetően? Igen, az a tény, hogy idén, vagy globalban a 2020-ban már harmadjára jött el hozzánk ez a verseny, ez is mutatja, hogy valamit talán mi is jól csináltunk, és ezt, amit csináltunk, ezt a tervezők értékelték. Nem hiába jött el harmadjára is a verseny hozzánk. Megpróbáltunk minden igényt megfelelni, és azt gondolom, hogy a városlakók, a helyi szervezők, illetve a szállásbiztosító szállodák is mindent igyekeztek megtenni annak érdekében, hogy a verseny problémamentesen zajlódjon le, és örömmel legyenek a városunkban, illetve jó emlékeket vigyenek majd innen el. Mennyivel volt másabb a 2020-as Tour de Hongrie, mint egy koronavírusmentes évben? Igen, hát a tavalyi év az sajnos nagyon sok embernek, illetve nagyon sok vállalkozásnak nehéz volt. Ebben a verseny ben is okozott komoly problémákat, hiszen előzetesen májusra volt ez a verseny időzítve, de akkor le kellett fújni, és augusztus utolsó vasárnapján volt lehetséges mégis, hogy újra városunkban érkezzen a teljes mezőny. Voltak természetesen olyan dolgok, amiken változtatni kellett. Például ugye a sportban utóbbi hónapokban megszokottá vált buborék, itt is jelen volt, hogy azt jelentette, hogy a versenyzők, illetve a csapatoknak a tagjai teljesen elkülönítve voltak, szinte csak egymással érintkeztek, a szállodákban is teljesen külön étkeztek, úgyhogy ez azért okozott nehézséget. Ugye a versenyszervezők részéről volt kérés, hogy a maszk használat, ami sajnos az utóbbi 2-3 hónapban igencsak felerősödött, de ez ugye augusztus végén is már kötelező volt. Tehát ez azért jelentős nehézségeket okozott, illetve természetesen ugye a különböző egészségügyi fertőtlenítési szabályokat is nagyon be kellett tartani. A verseny megszervezése és lebonyolítása során voltak olyan területek, amelyekkel többet kellett foglalkozniuk a szervezőknek, ugyanakkor előfordult, hogy bizonyos programokról, eseményekről le kellett mondaniuk a járványhelyzet miatt. Az egyértelmű, hogy az előbb említett egészségügyi okok miatt erre sokkal nagyobb hangsúlyt kellett tenni, tehát ezekkel igazából elmúlt években szinte nem is nagyon kellett foglalkozni ilyen problémákkal. Ez a szervezőket állította leginkább kihívások elé. De sajnos azért okozott olyan fajta nehézségeket is, hogy az előzetesen tervezett kísérőprogramokból is kellett elengedni, hiszen ezek között nagyon sok olyan lett volna, ahol a gyerekekre számítottunk, illetve próbáltuk volna közelebb hozni a versenyzőket is a nézőkhöz, a gyerekekhez. Természetesen ez a távolságtartási szabályok miatt sajnos ezek nem valósulhattak meg, úgyhogy hát ezt így utólag persze mondhatjuk, hogy sajnos, de azt gondolom, hogy mégis örömteli volt ennek ellenére is, hogy a versenyre jött a városba.
A 2021-es versenynek megvan-e már esetleg az időpontja? Van-e arra esély, hogy negyedik alkalommal is városunkba látogasson a körverseny? Igen, a versenynek megvan az időpontja, a Nemzetközi Szövetség május 12-16-ig terjedő időszakot jelölte ki a magyar körversenynek a időpontjaként. Ez egy elég jó időpontnak tűnik, hiszen a Giro d'Italián kívül nem lesz sehol a földön máshol nagy rangos kerékpár verseny, úgyhogy esély lehet arra, hogy még a tavalyinál is jobb csapatok, jobb versenyzők érkezzenek Magyarországra. Tavaly, amikor a verseny befutó megtörtént, akkor a város első számú vezető és a főszervező között volt beszélgetés, és úgy álltak el egymástól, hogy azt mondták, hogy még találkozunk, úgyhogy ez, azt gondolom, hogy aki szereti ezt a fajta versenyt, vagy örült annak, hogy ez a verseny Hajdúszoboszló jött, az mindenképpen ez az egy mondat, ez bizakodásra adhat okot. A város egyébként novemberben elküldte jelentkezését mind a 2021-es, mind a 2022-es dolgokra vonatkozólag. Annyit már azért természetesen lehet tudni, hogy a 2020-ban a verseny inkább Kelet-Magyarországot, illetve Észak-Magyarországot érintette. A 2021-es évben a szervezők elsősorban inkább a Dunántúlval, illetve Budapesten számolnak, de természetesen ez nem várja ki azt, hogy más települések is kapcsolódhassanak. De ha most arra kellene válaszolnom, hogy melyik tűnik valószínű, akkor inkább azt mondanám, hogy 2022. De nagyobb vagy jobban lehetne boksolni, tehát azt gondolom, hogy ha nem is idén, de jövőre érintheti újra ez a verseny Hajdúszoboszló. Ahhoz, hogy egy település részese lehessen a Tour de Hongrie kerékpáros körversenynek akár befutó vagy rajthelyszínként, ahhoz nagyon sok előkészületi munkára, hosszú tervezési folyamatokra és bizonyos erőforrások megteremtésére van szükség. Természetesen jelentkezésen kívül más előfeltétele is vannak ahhoz, hogy egy város befutóként, vagy akár indító városként szerepet kaphassa a versenyben. Ugye itt egy bizonyos licenszdíjat is ki kell fizetni, ami nem kevés összeg, bár azt gondolom, hogy a tavalyi év jó példája volt annak, hogy a szervezők igencsak szerették Hajdúszoboszlót, és értékelték azt megelőző két év teljesítményét, hiszen a válság hatására sajnos a költségvetési helyzet is nehezebbé vált, így nekünk is, vagy részünkre is kevesebb licenszdíjra tudtunk fizetni. De ez azt gondolom busásan megtérült, hiszen 2020-ban a 4-500 fős mezői már két éjszakát is Hajdúszoboszlón töltött, Hajdúszoboszlón szállodájban, és itt fizették a szállásdíjat, az étkezési díjat, ami többszöröse a befizetett licenszdíjon. Arról nem is beszélve, hogy a versenyt ugye a Dunavörd erdőben közvetítette, viszont a Eurosport egy órás összefoglalót adott minden nap, és így Hajdúszoboszló képei a világ bármely pontjára elérhettek. Azt gondolom, hogy ennél jobb reklámra nincs szükség a városunknak. Zsinórban háromszor látogatott el hozzánk a Tour de Hongrie. Hajdúszoboszló város lakossága és vezetői hogyan fogadták a verseny? Milyen hozzáállást tanúsítottak ehhez? Én azt gondolom, hogy így utólag visszagondolva az elmúlt 3-4 évre, hát ugye kb. 4 évvel ezelőtt kezdtük ezt az egészet, elmondható, hogy mind a korábbi, mind a jelenlegi városvezetés teljes nászerességgel a verseny mellett volt. Ugye az elején egy kicsit talán ismeretlenek volt, amikor látták a nyers falujában is, hogy mit akar ez a verseny, akkor azt gondolom, hogy talán már kérdés nem volt a tekintetben, hogy ez a város, ez a verseny a városnak csak pozitív hozadékkal bírhat. Azt gondolom, hogy van természetesen egy ilyen verseny okozna néhány kényelmetlenséget, és így mondjuk a lezárásokban lehet, hogy néhányan egy kicsit kellett, hogy várjanak az utcákon, de sokkal több a pozitív hozadéka. Én azt gondolom, hogy a nézők is, vagy a városlakók is megszerethették ezt a versenyt, azért mutatta az is, hogy a nagy meleg ellenére is azért a kordonok mellett elég sokan voltak, sőt többen, mint amire én számítottam, így augusztus utolsó vasárnapján, és egyébként a város oldalán is, hogyha megjelenik egy kér, akkor általában azért pozitív hozzászólások vannak, és mondhatni, hogy talán már a városlakók is várják vissza ezt a versenyt.
ha nem is 2021-ben, de valamelyik elkövetkező évben. For the Hungary and winner of the yellow jerseys riding for Kaharu Rasegurosz, Jon Amerestúri!